Jó, sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit! Én Patrik vagyok, és itt lennénk egy újabb videóban. Ebben a videóban két játékot fogok idézőjelben bemutatni direktnek, hát így nagy vonalakban meg fogjuk nézni, aztán eldönthetitek, hogy nektek tetszik-e, avagy nem, illetve mindenféleképpen kíváncsi vagyok a véleményetekre, úgyhogy mindenféleképpen dobjátok le a komment szekcióban. Kezdjük az első játékunkkal, ami nem más, mint a Földalt Online Fractured Day Dream. Ugye, aki játszott Földalt Online játékokkal, az biztos tudhatja, hogy ezeknek a játékoknak nagyon vegyes, nagyon eltérő a véleményezése, tehát van, akinek tetszik, és van, akinek nagyon nem. Úgyhogy én például pont abba a kategóriába tartozok, aki egy-két Swerdát online játékkal hogy játszogatok és tetszenek, viszont vannak olyan játékok, változatok, amik kifejezetten nem tetszettek. Ugye én most konkrétan egy játékkal játszok jelenleg, de már megvettem kettő Swerdát online játékot, illetőlegesen tervezem majd a közeljövőben ezt is megvenni és kipróbálni de akkor térjünk is át arra, hogy ezt a játékot szerintem megéri -e megvenni, és mi az, ami változott benne. most azt, mint a trailerben is láthatjátok, az összes karakter a Sword Art online univerzumából bekerült a játékba. Az alaptörténet igazából az, hogy létrekreáltak egy világot, ahol te az összes karakterrel, illetve összes régi szörnyel, újra tudod játszani gyakorlatilag a múltat, tehát konkrétan újra tudod játszani a játékot. Van egy történet a játékosnak, vagy játékosnak, van egy történet a játéknak, ahol kiátszhatod az eredeti játékot, ugye, tehát konkrétan a múltat, ugye ebben az új köntösében a játéknak, illetve van egy online mód, ahol legfeljebb 20 játékossal tudsz játszani, kooperatív küldetésekkel, itt is vannak különböző klasszók, van, aki ugye tank, van, aki ugye hillel, és a többi, és a többi, amit ugye megszokhattunk a Sword Art online -ban. A grafika mennyire változott szerintem? Hát szerintem egyébként hát, változni változott. Tehát egy 2024-es játékos, játékos, miért nem úgy, nem egy hüde, nagyon durva játékról beszélünk, de Swerdell Tunnel játékokhoz képest ugye mindig a legújabb, ö, szerintem a legszebb, én szerintem, de ez tényleg csak az én véleményem, mert látta egyébként nagyon megosztóak a vélemények ezzel kapcsolatban is, szerintem a harcrendszer sokkal látványosabb, sokkal fluidabb, a karakterek szerintem sokkal kidolgozottabbak, illetve nekem a környezet is, sokkal, sokkal látványosabbnak tűnik, itt tényleg nem kell eget rengető változásokra gondolni. Tehát, hogyha most megnézitek azt, hogy én jelenleg melyik Sword Art Online játékkal játszom, ugye a Hollow realization ahhoz képest itt a grafika tényleg, tényleg szép, tényleg szép. Ez egy 2021-es játék, amivel játszok most Sword Art Online játék, az pedig 2017-es illetve van egy 2018-as változatom, meg egy 2020-as változatom is, amikkel kell még nem játszottam, de ugye most én ahhoz tudok visszanyítani, ami van. Ugye nagyon fontos az is, hogy újraélhetők a klasszikus Sword Art Online jelenetek, vagy új helyzetek teremthetők a karakterekkel. Tehát lehet, hogy te, amikor játszottál mondjuk a Sword Art online a sztoriával, itt ugyanazt a sztorit kiviszed, és mások lesznek a karakterreakciók attól függően, hogy te hogyan játszol. Gyűjthetők fegyverek, fegyverkiegészítők, illetve vannak koztömök is a játékban, közülük van, ami például extra funkciókat ad. Úgyhogy röviden, tömören itt láthatjátok a videóban így a játékról ennyit. Én azt mondom, és ezt minden szörnyet online játéknál tartom, az árát nem érjenek. Tehát ez a játék nem ér 50-60 eurót semmiféleképpen. Meg kell válni, még leárazás van, meg kell nézni. Enne bán egyébként, hogyha a linkem, a leírásban a linkemen keresztül vásároljátok meg, vagy akár még Sword Art játékot, azzal támogattok engem, illetőlegesen a régebbi Sword játékokat, ilyen 1000-2000-3000 forintért már meg tudjátok venni, tehát én is bettem három Sword Art Online játékot, és nem költöttem szerintem erre 5000-et, vagy ha 6000 összesen, és itt három játékról beszélünk, és ugye aki esetleg nincs tisztában a Sword Art Online játékokkal, ugye itt tipikusan fejlődsz, boszokat ölsz, csináld a storyt, fejleszted a karakteredet, a cucaidat, encsántolgad, fejleszted a képességeidet, tehát egy konkrét Sword Art Online RPG, aminek vannak MMO, tehát multiplayer elemei, tehát mit, tudom, el tudsz menni közösen dungeon közösen küldetéshezni, de ez nem egy MMO. Tehát ez nem egy masszív multiplayer online játék, ennek vannak minimális multiplayer vonzatai részei, ahol tudsz játszogatni másokkal, viszont a játék alapjaiban véve egy single player RPG game, viszont nagyobb minőségi, és egy laza 150-200 órát simán bele tudsz nyomni egy Sword Art Online játékba. Ez azt jelenti, hogyha te most ezt a játékot elkezded, garantáltan egy 150 órás élményt minimum fogsz kapni a pénzedért, és mondom, meg kell várni, még le lesz akcióza, vagy meg kell nézni a közeljövőben, hogy hol tudjátok olcsó megvásárolni. Tehát most, hogyha felmentek például az Enne Báros, a régi Svördát online játékokat megveszitek, azok is ilyen több száz órás kalandok, és tényleg pár ezer forintba kerülnek. Úgyhogy srácok, lányok, ennyit a Fractured Daydream-ről. Szerintem egy nagyon jó, látványos játék. Tényleg az, hogy egyben van az összes történet, és újra látható a régi. Ez szerintem nagyon király. Benne van az összes karakter, ez kifejezetten tetszik. Tehát aki például játszik Sword Art Online játékokkal, vagy szereti a Sword Art annak mindenféleképpen egy teljesen jó kikapcsolódás lesz. Úgyhogy ilyen srácok, lányok mindenféleképpen ajánlom, az tényleg nagyon fontos, hogy váljatok meg egy lerazást, mert azért annak a játéknak borsos ára van. Úgyhogy én örülök, hogy kijött ez a játék, a trélet mindenféleképpen csekkoljátok le, és akkor térjünk is át a következő játékunkra. A következő játékunk pedig egy nagyon érdekes darab, ugyanis mostanában, sőt nem, hogy mostanában, hanem egészen konkrétan nem kaptunk olyan Bleach játékot, amire tényleg azt tudtuk volna mondani, hogy konzolok a életben számítógépen megállja a helyét. Ugyan érkeztek telefonos változatok, és van is most is egy felkapott telefonos változat a Bleachből, de én ezt a játékot mindennek mondanám csak jónak, nem, illetve látványosnak. Egy egyszerű ilyen cuki, aranyos kis unaloműző játéknak mindenféleképpen ok és De most itt van nekünk a Bleach Rebirth, of Soul, ami egy 3D-s verekedős játék, hasonló, mint a Mortal Kombat, vagy például a Tekken. Ugyan ezt pontosan nem tudom megerősíteni nektek, de mint kiderült, ez a játék egy verekedős játék lesz, tehát egy aréna verekedős játék, csak úgy, mint a Mortal Kombat Tekken, vagy például akár, mint a Naruto Ultimate Ninja Storm széria. Bleach karakterekkel. A játéknak, ha minden igaz, van a történet része, de nem kell nagy duranásra számítani, a játék 90%-ában, így mint a trailerben is láthatjátok, gyapni fogjátok egymást. Mindegyik karakternek megvannak ugye a képességei az animéhez, per a szűen, illetve itt a hangsúly igazából a harcokon, illetve az effekteken és azok látványosságán van. Tudtok egymás ellen is harcolni, tudtok multiplayerben is játszani, illetve tudjátok vinni a játékban a sztorit. A játékot 2025 végére tervezik bejelenteni, hogy megjelenik. Az, hogy ez csúszni fog-e, vagy nem, hogy mi történik addig, ezt pontosan nem tudom nektek így behatárolni, meg előre benyúsolni, úgyhogy mindenféleképpen tartsátok szem előtt, hogy a 2025 év végi megjelenés, vagy év elejé megjelenés, ez, ez, még, ez még lehet, hogy csúszik, lehet, hogy változik, ez még nem egy fix dátum. Ugye több ö, ilyen posztot is láttam az interneten, Twitteren, YouTube-on, stb. stb. hogy 2025 eleje, 2025 vége, úgyhogy most így ezt így elég nehéz behatárolni. Az biztos, hogy pont jókor adják ki ezt a játékot egyébként, mert ugye nemrég zárultak le, vagy hát ugye most októberbe kezdődött el az utolsó Bleach animének a hát megjelenése, leforgatása, úgyhogy amint itt októberben véget ér, ha véget ér a hónap végére, hogyha volna végére véget ér az új Bleach animének a része, utána a játékosok meg az anime fanok biztos, hogy ki lesznek éhezve egy új Bleach játékra, úgyhogy igazság szerint talán még késnek is vele, mert most 2024-ben van ez a nagy Bleach őrület, és 2025-ben adják ki a játékot, de lényeg az, hogy egyébként ténylegesen látványos a játék, a harcrendszerek tényleg brutálak, az effektek szerintem le jól meg vannak csinálva, én mondjuk a sztorit azt ténylegesen jobbra megcsináltam volna, mint ugye kiderült a játék, nagy részében verekedni kell így az arénában. Tehát én például jobban örültem volna annak, hogy lehet rohangálni Ichigóval, lootolgatni, fejleszgetni ezt magaszt, de hát ezt kaptuk. Úgyhogy mindenféleképpen írjátok meg a komment szekcióban, hogy nektek hogy tetszik a Bleach játék, illetve hogy tetszik a Sword Art Online játék. Ez a két animés játék, ami most nekem felkeltette az érdeklődésemet, és szeretném őket kipróbálni majd a közeljövőben. Szerintem egyébként nem rosszak. Úgyhogy a srácok, lányok, itt a videó végére. Nagyon szépen köszönöm a csatorna tagoknak a támogatást, hatalmas pacsi nektek, hogy itt vagytok még mindig velem a van után is. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatásokat. Ha pedig ti is szeretnétek támogatni engem, a leírásban megtaláljátok a csatorna tagság vásárlásához szükséges linket, akár meg 200 forint is tudtok csatorna tagságot vásárolni. Érve nem felejtsétek el, hogyha vásároltok csatorna tagságot, és feljöttök a Discord szerverem, és a Discord össze van kötve a YouTube-bal, kaptok a Discord szerveremen is csatorna a rangot, így meg, meg, előre megtegelek titeket videóknál, ö, streameknél, illetve amúgy tudtok bizonyos tartalmakat látni, mint a többiek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, srácok, lányok, ténylegesen mindenkinek a támogatást, dobjatok egy lájkot, írjatok egy kommentet, hogy pörgessétek az algoritmust, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!